az éles drága forint. Minden nap csak újabb jót hoz. Hát itt van Bori. Bori. Bori az oviban alszik. Nem, ez sem. Ez sem. Ez sem. Mire van még szükség? Mi folyik itt? Holnap alszunk az először az óvodában. Tudom, de Hanna szerint magunkkal kell vinni a matracunkat. És ma este felakasztunk egy fogasra a szekrényben. Vagy hol akarsz aludni? Már elraktuk a matracodat. Nem aludhatok egy fogason. De erre mind szükségem van, feltétlenül. Komolyan. Mire kell neked fokhagyma? Főzni akarsz valamit? Ez a vámpírok ellen van. Samu azt mondta, hogy az oviban sok van. És a fokhagyma távol tartja őket, és nem harapnak meg. Na hát, Samu. Nem kell félned, nincsenek vámpírok, ebben biztos vagyok. Dehogy nem. Samu megesküdött, hogy látni fogunk egyet. Ha Samu megesküdött, akkor biztos vagyok benne, hogy egy nagyon kedves vámpír lesz. Jó ét. És álmodj valami igazán vámpírosat. Bori, itt is vagyunk. Itt van, mi a Bori? Jó reggelt mindenkinek, Bori, hozzád jött Anna. Minden rendben lesz. Sziasztok! Bori, jó, hogy itt vagy. Nézd csak, Anna már keresett is egy helyet a matracaitoknak. No, Bori, elhoztad a fogkefédet is? Igen, a zseblámpámat és a pizsamámat is. Nem, Bori, itt vagyok! Itt akarok felsírni. Mindegy, akkor ide. Szia, Anna! Egész éjjel egyedül van a gyerekekkel. Nem. Evelyn is itt van a mackó csoportból. Gyere, hozd ide a holdidat mellém. Annyira örülök, Anna. Mi vagyunk a sünt csoport. Mindent elhoztál? A mackó csoport alszik itt először holnap. A friss állatom is itt van. Kettesével egész jól elférnek itt a gyerekek. Szerintem is. Na várj csak, Laci, mindjárt elkaplak. Tobi lehet a barátjával együtt? Persze, Tobi fekhet Laura mellé. Menjünk! Szerintem kezdhetjük, Hanna. Mindenkinek jobb lenne, ha kicsit lassabb lennél. Na jó, szerintem lassan. Tartsátok távol a rabunkat. Igen, mehetünk. Biztos jó lesz. Anett, jössz? Már is mentek! A felnőtteknek nem szólt a meghívás, ugye? Kérek szépen egy búcsú puszit, aztán egy jó éjszakát puszit, egy puszit reggelre is, és egy nagy ölelést, és... Apa, reggel már otthon leszek. Lehet annyira megtetszik, hogy mindig itt akarsz majd aludni. Nem hiszem, és ha egyáltalán nem tudok elaludni. Biztos, hogy el fogsz aludni. És ha nem megy, akkor fogd meg Teddyt, és mesélj neki egy szuper esti mesét. Aztán Teddynek kell mesélnie neked, aztán megint te jössz, és így tovább. Na jól van, jó szórakozást, és sok kedves vámpírt nektek. Szia! Szia! Sziasztok! Bori, kezdődik! Igen! Mindenki foglalja el a helyét. Te is, Tobi! Köszöntelek titeket az esti kalandunkon, ahol egy egész éjszakát az óvodában töltünk. Először is teszteljük az elemlámpánkat. Ez szuper! Nézd! Úgy látom, mindenkinek működik a lámpája. Ha az éjszakai séta közben sünt vagy rókát akarunk látni, akkor mire van szükség? Helyes. Hanna néni! Igen? Mehetünk hármasával egymás mellett? Ez is nagyon fontos. Hogyha annyira fontos? Menjünk! Ez nagyon érdekes, Evelyn néni. Sziasztok! Szia, Holger!
Ő az egyik barátja volt? Nem, ő Holger, a férjem. Ő készíti elő nekünk a tábortüzet. De jó! Nagyon sötét van. Még jó, hogy van nálunk elemlámpa. Hé, itt vámpírok is vannak. Hoztatok fokhagymát? Igen. Itt van. Jó. Milyen hangosak, hogyha csendben maradunk? Ezek kacsák. Uh-huh. Itt van víz. Van egy tó a park közepén. Ó, nézzétek! De tuki. Milyen aranyosak! De édesek! Egy vámpír volt? Nem, azok sokkal nagyobbak, fekete köpenyt viselnek, és... Mi történt? Hanna néni, itt vámpírok vannak. Hol? Mi? Hol? Vámpírok, hol vannak? Minden rendben, ezek csak denevérek. Bori, kérlek, gyere velem. De Hanna néni, az tényleg vámpír volt. Így van, én is láttam. Ha csendben maradtok, akkor megmutatom, hogy ezek csak denevérek. A lombkorona szinten élnek, és a tó mögött van egy barlang. Ott szoktak aludni. Ez igaz, ezt tudtam. És fejjel lefelé lógva alszanak, és semmi bajuk tőle. Most maradjatok csöndben, és figyeljetek. Hogy repülnek éjszaka? Hisz semmit sem látnak. A denevérek nappal alszanak. De nagyon jó a hallásuk, a legkisebb zajokat is hallják, még a fákat is érzik, amelyek előttük vannak. Mert a szél, ami a fa felől fúj, zajt kelt. Innen érzik, hogy vigyázat, nem szabad a fának repülni. Tehát ezek nem vámpírok, csak denevérek. Ezt még nem lehet tudni. Butaság! Oda nézzetek! Samu, nézd meg! Ott bent tényleg vámpírok vannak. Samu, ne a barlangot, a denevéreket nézd! Elinduljunk vissza felé, Hanna. Ez félelmetes, haza akarok menni. Éhes vagyok. Én nagyon megijedtem vagyok. Én is. Akkor induljunk. Imúgy, de jó. Íme az éhes éjszakai vándorok. Érdekes dolgokat láttatok? Ó, egy barlang. De ne víreket. Lehetünk már, farkas éhes vagyok. Ne tartod sokáig. Igen, akkor megég. Fincsi. Te, Samu? Jaj, ne! Ezt így nem tudom megenni. Kéred az enyémet? Mm-mm. Minden rendben van? Nagyszerű. Megkaphatom a fokhagymát? Elfelejtettük a ketchupot, de megkehetjük a pirítóst fokhagymával, az sokkal finomabb. Figyeljetek, ki kér fokhagymát? Én szeretnék kérni! Én is! Ha mindenki fokhagymaszagú lesz, akkor nem jönnek a vámpírok. Te szegény! Figyelem, sünikék, lefekvés! Elég a tita mosdás, de fogad kell mosni. Ez nagyon szuper volt, és nem is volt félelmetes, ugye? Jó ét! Jó ét! Aludj jól! Jó ét, cipámokat is, ne horkolj! Aki szeretné, még felkapcsolhatja az elemlámpát. Én nem tudok elaludni. Akkor gyere velem, jó? De előtte még meghallgatunk egy esti mesét. A régi parkban, a Tropstein barlangnál minden fény kialudt, és az állatok a másnapi kalandokról álmodtak. Csak egy valaki nem tudott közülük elaludni. Hibbel, a kis mókus. Nagyon kényelmetlenül Anna, feküdt, és te tudsz aludni? A hátát. Talán Anna! Morzsa, talán megint kekszet evett az ágyában. Először jobbra te? Fordult, aztán balra. De sehogy sem volt jó neki. Na hát, úgy alszol, mint egy mormota. Már mind fent vagyunk, mindjárt reggeli. Képzeld el, amíg mindenki aludt, itt volt egy vámpír. Bori, Samu, reggeli, hop-hop. Na is, most megharapál. Anya, apa! Milyen volt az este? Jól aludtál? Szuper volt, volt tábortűz, láttunk denevért és egy barlangot, de nem volt félelmetes. Bori, szeretnék elköszönni. Na is, szükség volt a fokhagymára? Te?
Persze, nagyon is. Szétosztottuk az összes gyerek között. Na hát, biztos, hogy nem füllentetek nekem. Hanna néni. Minden rendben volt. Ugye, hogy felhasználtuk az összes fokhagymát? Igen, köszönjük. Így megmentettük a vacsorát. Na, ti is jöttök velünk. Anya, átjöhet hozzánk Samu és Anna ma este? Egy sürgős dolgot kell elintéznünk. Persze. Bori, Samu, Anna, ideje lefeküdni. Ha a denevérek így alszanak, örülök, hogy nem vagyok az. Én is, de én úgyis vámpír vagyok. És ők hogy alszanak? Nem alszanak, ők mindig csak játszanak.